Itt van már velünk Fodor Zsók, a színművésznő. Jó reggelt! Jó reggelt! És ha már a hagyományoknál tartunk, akkor kérlek, te is oszd meg velünk pár gondolatot a húsvéti hagyományról, te hogy ünnepelsz? Láttam az Inzerten, úgy lettem felkonferálva, hogy Fodor Zsók a locsolói. Hát az én locsolóim olyanok, mint a Kalambó felesége. Oh. Senki nem látta az én locsolóimat, a Kalambóval ellentétben én se. Engem utoljára Cserszeg Tomajon az erdész barátaimnál locsoltak meg 10-valahány éve, de én nem is ragaszkodom, átadom a fiataloknak ezt a lehetőséget. Nem szereted ezt? Nem, sose szerettem. Nem. Mert most itt pont, mert a Vivit is majd valamikor szeretném, hát és gondoltam, hogy akkor én most... Hát egy órája, de hát ha nem. Van. Nem erőszakoskodom. Kérelem, rózsát terem, okay. Tehát hogy... Megadod majd a módját, persze. Szóval akkor nem. De magát a húsvétot, minden más egyéb hozadékával, tehát a locsolást nem? Többször kérdeznek engem ünnepekről. Karácsony, új év, húsvét. Én nem szeretem az ünnepeket. Elismerem, örülök, hogy igen, mert én egyedül élek. Na most de hát én... egy olyan sugárzó tünemény vagy, hogy mindenki azért gondolja, hogy ha ünnep, akkor szerintem azonnal bejön a te tekinteted, az arcod, tehát hogy te vagy maga az ünnep, szerintem. Sőt, mindenki imád téged, tehát hogy tényleg nem tudok olyan embert, aki azt mondom, hogy Fodor Zsók, azt imádom. És akkor nem. Elmondom nektek, hogy miért van ez másként. Minden ünnep családi ünnep. A karácsony is, a húsvét is, amikor végre összejön a család és egymást a körülnek. Akármennyire szerettek a barátaim, és tényleg számosan vannak, én idegen test lennék egy családi ünnepen. Uh-huh. Na most azért, hogy valaki viselkedjen, vagy feszélyezve érezze magát, vagy ilyen álkedvesség lépjen fel, mert szeret, és azt akarja, hogy én jól érezzem magam, holott az a cél, hogy ő érezze jól magát a családjával. Én menekülésszerűen megyek el külföldre, minden ilyen ünnepel, most miattatok maradtam meg azért, hogy Szolnokon játszom 30-at, úgyhogy egy-két nap van, amikor pihenhetek. Tehát az ünnepet, én nekem a gyerekkoromban az ünnepek mind szomorúak voltak, elvált szülők gyermekeként, és ezért, hogy én ne okozzak feszélyezettséget a baráti körömnek, ezért én megkímélem őket. Egyébként boldogan megyek vendégségbe, hívnak is, de ünnepekkor legyen az a család együtt. És akkor elutazol ilyenkor, azzal töltöd az idődet, igen, általában. Igen, igen. Vannak kedvenc úti célok? Ahova visszalátogatok? Külföld a kedvenc úti célom, és nagyon-nagyon szeretek utazni. Én arra költöm nagyobbára a pénzemet, hát amit igen, megkeresek. Azért gondold el, tehát most a Zsóka elmegy valahova, ugye itt Magyarországon, hát ott nem fog tudni pihenni. Hát azonnal persze. Megrohanják, közös fénykép, aláírás, az emlékek. Ugye emlékszel, vagy tetszik emlékezni? Ugye jönnek ezek a sztorik, amire persze te nyilván... És milyen kínos, hogy ugye emlékszik rám, ott amikor tetszett lenni ilyen vásárló napon, ott álltam a sorba, tetszik tudni, akit megtetszett dicsér, mondom, igen, hogy drágám, ne? Most is amikor nézek ki, ha mit mondjak, és ez nagyon kínos, úgyhogy úgy vagyok, mint a Karinti novellában, hogy nem tudja, hogy tegezi, vagy magázza, és körülírja, amíg rájövök, de koromnál fogva én már mindenkit tegezek, de még ebben nem volt, aki megsértődött volna, és nagyobb már engem is tegeznek, valamitől nem tisztelnek ebből a célból, hogy, és az, hogy néni, hát én koromnál fogva nagyon néni vagyok, de kikérem magamnak, nem szeretem ezt anyád a szót. Anyád a néni, az mi? Hát anyád, hogy anyád a néni, az is néni lehet, de általában az anyád a néni a lányom lehetne, úgyhogy nagyon kínos a dolog. Na, feltűntél egy nagyszerű műsorban. Igen. És nagyon jól áll neked. Igen. Tehát ez ott ugyanígy, jó, mindig te mindig sugárzol, jó, de hát hogy ezt ennyire élvezett tényleg? Nagyon. Igen? Nagyon. De te ilyen hát, játékos vagy, tehát itt társaságban? Én abszolút. Én annyira élveztem a Super Activity gyerekek, hogy ismét gyerek lehettem. Ismét nem érdekelt az, hogy ott ül a közönség, millió ember nézi, mert ez rendkívül népszerű műsor, hál' Istennek. Amikor arról volt szó, hogy körül kell írni valamit, vagy mutatni, én úgy vágottam hasra, mert hogy az volt, hogy hasra esik, én úgy öltöztem be, én az, hogy leégtem, mert volt olyan szó, amit félreolvastam, nem érdekelt.
Én újra gyerek lehettem, hol lehetek én már gyerek? Egy diliházban. Hát azt, ez az öreg azt, hogy mit játsza meg magát, hát hány éves. De ott senkit nem érdekelt, hogy hány éves vagyok. De a csapattársaid is maximálisan segítettek. Mert hát az én lányom, a Farkasházi Réka, akivel nagyon szeretjük egymást, a sorozat óta nincs anyák napja, hogy ő ne hívjon fel, jó, ne kedves beszéljünk. Oszvard Marika meg 30-valány éve barátnőm, nagyon szeretjük egymást, több műsorba is összehoztak minket, hál' Istennek. És rájöttem arra, hogy a Fésűs Nelly egy zseni. Szóval a Fésűs Nelly mindent tud, mint bukfenc. Mindent tud. Nagyon okos kis, nagyon okos, szép is, okos is. Farkasházi Réka, nagyon okos, én meg csak úgy ott voltam. Na, nagyon, de nagyon élveztem. Mi pedig nagyon szépen köszönjük neked, hogy befáradtál, és hát kellemes ünnepet. Nektek kellemes ünnepeket, is. Neked locsolókat, köszönöm. Mert te még megérdemled. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.